ezt a filmet úgy kaptam, mint ahogy most maguk. Hát én erre a filmre nem gondoltam. Egy paparátom 5-6 évvel ezelőtt sztrókot kapott, építészmérnök, az eredeti diplomája, aztán később végzett teológiát, ott voltam a papán szentelésén is, Bármely Péter, címzetes prépost, és mivel nem tud predikálni és gyóntatni, nehezen is mozog, ezért vannak napok, amikor meg sem tud szólalni, ezért gondolom úgy döntött, hogy a sok tanulást, amit a képességére ráhalmozott, az nem menjen veszendőbe, elkezdett színműveket írni. És egyszer fölhívott, alig értettem a telefonját, hogy van egy pár színműve, olvassam el, hogy véleményezném egyáltalán, hogy kedvet csináljon, azt mondta, és közöttük van egy, a Krisztus Inget színű, azt szeretném, hogyha megrendeznéd, és abban a Leopoldot eljátszanád. Hát én mondtam neki, hogy ez nem úgy van. Mondta, hogy ebből már, hogy kedvet csinálja nekem, hogy ebből már hangjáték is készült, és be is mutatta a katolikus rádió. Mondom, jó van, küld el. Elküldte, hogy elmentem, itt már nem is emlékszem, megkaptam. És ahogy foglalkoztam a Krisztus Ingével, mindig az jutott a szívembe, meg az eszembe, hogy próbáltam harmonizálni, hogy és Istenem, hát ez akkora hiány, hát ez olyan, mint a az egyik papmányváltján börtönbe verték, a másikat Müncheni környéről, itt volt Esperes, dr. Eperjes Ernő, a másik meg Bodajkon volt prépost, Vajdúva, és apám forradalmi bizottmány elnöke volt, tehát én erről tudtam. De ahogy elolvastam a színművet, vagy foglalkoztam vele, mindig az jutott az eszem, hogy ezt filmen kell megmutatni, mert ez színpadon nem olyan erős, és pláne itt az ifjúság, hogy nehogy momentán életű legyen az ifjúságunk, hanem legyen identitás, legyen gyökere, hogy majd lombot hajtson. Ezért én azt mondottam, hogy ebből egy nagyon jó filmet kell csinálni. Az volt mindig bennem az érzés, hogy ez bűn, hogy ez még nem történt meg Magyarországon. Azt el nem tudom képzelni, hogy a lengyeleknél, a lengyel gyerekek ne tanuljanak Katyinról. Ez már nincs benne a magyar történetkönyvben. Lengyel népet 40 millióra veszem, körülbelül, és ott 22 ezer embert lőttek bele, katonatiszteket, papokat, orvosokat, mérnököket, tanárokat Katyinba a verembe. A csökkentett trianoni Magyarország 10 milliójából, ha 12 ezer szerzetest kiveszek, szabad azt mondanom, ez sokkal nagyobb tragédia. Ez körülbelül akkora tragédia, mintha lengyeleknél 88 ezer embert öltek volna meg ott Katyinban. Hát azóta hiányzik a magyar oktatásból, egészségügyből, azért tartott a tanítás, azért tartott az egészségügy, mert hiányzik az e fajta egyetemes intelligencia, amit így kiszippantottak a társadalomból. Miért tették? Ezt azért tették, mert 49-ben már a Mindszenti Viboros urat leültették, őtőle nem tudtak kiszedni semmit, később inekcióval, igen, de hát annyira még magánál volt, hogy odahívta a CF-et, ugye a Cactus Phases, hogy kényszerhatás alatt, tehát ugye ezt a komcsit nem értették, és az izraelita egyház 49 után már aláírt, 50 elején aláírt, az evangélikusok aláírtak a párt államban, a reformátusok is, a baptisták is, a katolikusok, a bíboros ben volt a börtönbe, és nem írtak alá. És mégis Magyarországnak a legnagyobb százaléka, pláne akkor 70% körül volt a katolikus, nem írtak alá. És a katolikus hit bástyája az a szerzetes világ. Ezeket kell megtörni. Nem tudták megtörni őket, el kellett tüntetni. Behívták külön-külön a tartományvezetőket, nem feküdtek be a kommunistának. És akkor, hogy ez megtörténjen, el kell tüntetni őket. Ráadásul
két legfontosabb, szabad így mondanom, csoporttal foglalkoztak az iskolákban, a gimnáziumban, a kórházban, az ifjúsággal és a rászorulókkal. Tehát pont két olyan, pláne az ifjúságon keresztül meg kellett szerezni a jövő, és el kellett veszteni a keresztény identitását az ifjúságnak. Tehát ez egy nagyon komoly cselekedet. Ezért tartunk itt a mai napig. Na most, mikor én ezzel foglalkoztam, azt én éreztem, ráadásul gyártásvezetünk, most nem ment végig a lista, gyártásvezetünk fekete keretben, most a fehér keretben van, mert meghalt Covid-ba, Isten nyugosztalja, Horváth Attila kitűnően előkészítette az egész filmet. Színészeket cseréltem, volt, akit vissza is engedtem, mert közben meggyógyult Covid-ból. Én magam kétszer voltam Covid-os, a második alkalom majdnem, az kemény volt, ott el is ájultam. Most már voltam azóta a harmadszor is, 4 héttel ezelőtt. És nehezen jön vissza a memóriám. De mind a három esetnél így volt. És de most már azért, hogy javulgatok. És azt éreztem, hogy ezt én megrendezni, meg eljátszani a Leopoldot két Covid után, nekem ez nem lesz se spirituszom, se szuflám. Úgyhogy kerestem színészeket. A Leopoldra Relicki Gabit, azt mondta, hogy Szami, ez a tiéd, hogy játszanám el? Akkor szóltam a Benedek Micunak, akkor Tibi éppen meghalt, és akkor azt mondta, hogy most nekem ez nehéz, most ilyet nem szeretnék. Akkor szóltam a Fülöp érsek atyának, aki annyira komolyan vette, hogy még a pápával is megbeszélte meg, de mondta, hogy nem ez a feladatom. Játsz csak el, menni fog ez. Megy, mert nem fog el. Szóltam a Szabó István, Oscar Díjas filmrendezőnek, hogy István, légy szíves. Azt mondta, Szami, ez a tiéd. Kilencszer írtuk át a forgatókönyvet, hogy ilyen minőségben legyen. Az utolsó már csak magam. És akkor Pistával mindig megnézettem, hogy jó irányba megyek, és jó minőségben. És Gézával is, a Bereményével is, Géza is azt mondta, hogy Szami, ez a tiéd, ez nem az én filmem. És akkor ott maradtam magamban, illetve nem is magamban, hanem ott maradt rajtam a film. Mind játszani, már minden szerepet kiosztottam, mind játszani, mind rendezni nekem kellett. Azt mondta Habermann Jenő, a producer, aki a Hídenben, meg a Mansfeldnek is ő volt a producer, hogy Szami neve ellenkező, úgyis rajtam maradt. És talán életemben először alázottam magamnak, hátraléptem egyet. És akkor kiderült, hogy az Isten ott állt mögötte, és egymás mellett állunk. És akkor azt mondtam, hogy Uram, Te tudod. Én ehhez kevés vagyok, úgyhogy ezt nem én csináltam. Amit szakmailag meg lehetett tenni, megtettem, ezt nem én csináltam. Ezt mi csináltuk, és minden döntést vállalok, ami egy felelősséggel tartozik, mint rendezőként, mint színészként, de ezt nem én csinálom. Remek operatőrünk volt, Csukás Sanyi, van, még van, ő is elkapta a Covidot. Remek zeneszerzőnk van, remek díszlet, jelmeztervező, csodálatos kollégákkal játszhattam, és hát még arra is maradt energiám, hogy legyen benne kárpátaljai, Erdélyből többet szerettem volna áthozni, de akkor ott dúlt nagyon a Covid. Van benne Kovács Fritz például Újvidékről, de van benne Felvidéki, ugye a főszereplő, a Telekes Pepe, vagy éppen a Gál Tamás, aki egyébként azért került bele, mert dolgoztunk együtt, és hát majdnem bak voltam, hogy nem láttam. Én mindig a Bubikot látom a Fyodorban. És egyszer csak úgy, te Szamuca, hát milyen szamár vagy, hát együtt játszottok a Perlünbe. Volt, aki azt mondta, hogy te mondd meg, hogy melyiket adnád nekem. Tehát például nem csak Karcsi választotta ezt a brutális szerepet, az ő még ilyet se remek benne. Soha nem játszott ilyen brutális szerepet. És ő direkt kérte, hogy ő azt hadd játssz el, azt boldogan adtam neki. Ó, de jó Karcsi, hogy pont ezt elvállalod. Ő egy nagyon szelíd ember ehhez képest. Célom az volt,
látva az ország szellemi lelki állapotát, hogy minél többen térjenek meg. És ha egy AVH-snak is van rá módja, hogy halála előtt megtér, akkor mindenkinek van. Erre pedig azért jogosítottam föl magamat, mint alkotótárs a többiekkel, mindig, mértem őket, hogy ők nem tartják ezt túlzásnak, ugyanis ez 260 oldalban van leírva az egész történet. A szerzetesrendek szétvetése, Kármán Peregrin, ferences szerzetes, pasavéti plebánosnak a felügyel alatt forgattuk, de abból merítkeztünk. És a legfontosabb számos szerzetest kiemelhettem volna, de én úgy gondoltam, hogy a bicskei korábbi papácsirmét látogattuk, akkor kijött a börtönből a nagybátyám, Tabódi Pista bácsi. Tabódi Pista bácsi története ez. Ugye addig ütötte az AVH, és alig tudott beszélni mindenről, amíg szeretlek. És az AVH-s fiú, aztán első ember elsírta magát, és kilépett az AVH-ból. Na most onnan nem lehet csak úgy kilépni. Nem néztem utána, hogy kivégezték-e, de a környékünkben voltak ilyen AVH-sok, akit kivégeztek. Vagy éppen Borotokházába zárták. Például így történt a Fjodorovot játszó Gál Tamásnak az édesapjával is, aki rendőrtiszt volt, AVH-s, és aztán amikor rájött, hogy mi van, kilépett, és utána Bolondokházába vitték. Tehát az, hogy megáldoztatja végül a Leopold, azt pedig egy nagy tanításnak szántam. De a Miklós Imre, az AVH-nak az egyházügyi főnöke, a paptól tudom, aki az utolsó hetekben látogatta, nem mondhatott többet, csak mosolygott. Tehát valószínű, hogy ő is meggyomt, megáldozott, és úgy jutott az Úristenhez. De a fő vérbíró, Kerényi Lajos atyát, aki elítélte életfogytiglanra. Kerényi Lajos atya jár évtizedek óta Belpesten az elfekvőkben, és egyszer csak látott egy embert, hogy ő mindig nézi, de nem szól neki semmit. És már ott feküdt, a hetek, hónapok óta, és akkor oda ment hozzá, hogy a maga mindig úgy figyel, de talán valamiben segíthet-e magához, nem jön senki, nem jön hozzám senki. Ó, akkor én elbeszélgethetek magával egy kicsit. Hát nagyon szívesen, megköszönöm. De maga itt annyi emberrel elbeszélgetnek. Ki maga? Hát én római katolikus pap vagyok. Maga pap. Igen, pap vagyok, csak már nézze, nem kell ezzel dicsekedni. Hát kigombolkozom, itt van a cimborosom. Jaj, azt mondja, te jó, hogy itt van. Még? Nekem akkor olyan bűnöm van, hogy arra nincs bocsánat. Dehogy nincs. Miért? Ki maga? Mondja maga. Van erre is erre. Mindenre van. Dehogy is. Hát én, az én bűnömre nincs. És akkor miért? Ki maga? És akkor bemutatkozom. És erre a Lajos bácsi azt mondta neki, Lajos atya. A maga a vérbíró. Jaj, nem mondja ezt! Nyugodjon meg! Ebből is van kiút. Addig nem ment ki, amíg föl nem oldozta. Másnap meghalt. A fő, akit ő elítélt, a fő bíró. Tudják a nevét is. A legfőbb bíró, aki elítélte a mindszentit, a többieket, mind, azt meggyomtatta. A Jóisten olyan kegyelmet adott neki, hogy és egy olyan ember gyontatta meg, akit ő elítél. Na most ezt egy kicsit én így szerettem volna az emberek elé tárni,
hogy emberek, az irgalom az egyetlen mód, ami miatt ezt a borzalmat, amiben vagyunk, túléljük. Tehát a kommunizmus az 50-es években borzasztó volt, de ami mostan az borzasztóbb. Most már nem úgy van az AVH, hogy beütözik, aztán megjelenik fekete autóval, ne. Az interneten, a rádión, a kütyükön, hogy József Attila mondja, hogy ne légy szeles, menj be. És hogy van a Biblián? Ne adjatok teret az ördögnek. Hát már belül az ember, mert nem kell ahhoz, nem tudom micsoda, AVH, meg CIA, meg nem tudom micsoda, nem kell ehhez már semmi, hát már megrágja az embert. Tehát a gyerekeink már óvodáskorban szellemi, lelki tortúráknak vannak kitéve. Borzalmas történetekben vagyunk. A Harry Potter arról gyerek kezébe adni, halálos bűn. Az arról szól, ha bajod van, varázsolj, és légy siker. Ne dolgozz, ne tanulj, ne szenvedj, ne! Használd a negatív erőket! És légy szelet. Hát erről szól. Tehát erről szól, hát tönkre tesszük a gyerekeit. A lányoknak meg ugye ott van ez a neobarbár, már beciz magát a barbár, Barbie, ilyen nyújtott fitnesszel, nálunk tilos, az unokáknak barbárba bát venni. Hát azt mutat, arra tanítják a lányokat, hogy neked a külcsínyed a fontos, nem a belbecsed. Tehát nem az élethordozás a lényeged, hanem a... Borzalom! És aztán, ha még arról ne beszélünk, hogy a fiúknak, meg a lányoknak egyre ott vannak, rajt maradnak a... Rágörcsöl a kezük a kijelzőre. Hát, először a történelem tanároknak kell levetíteni. Ingyen kapja meg minden történelem tanár. Képezze ki magát, csináljatok hozzá konferenciákat, hogy fölfogják a történelem tanárok, és amikor ez megvan, akkor a nagy okos táblákon a tanárok a gyerekekkel együtt az iskolában nézzék meg osztályfőnöki órán, történelem órán. Ez a módja. De az, hogy most így puf, odaadni a gyerekeknek, ne tegyük. Ne tegyük, mert nem, ne, azt hiszi, nem, bár azt meg kell mondanom, igaz, hogy akik idáig nézték, azok mind katolikus iskolák voltak, és azért ott csönd volt. Sőt, én bemegyek az ilyen city mozikba is, és ugye hát elkezdődik a mozi, és jönnek a popcorn kól, a mozi civilizáció, és a vizezés ilyen abbahagyják. És szájtátva nézik végig, és nem állnak föl, nem mennek ki pisilni se, semmi. Ülnek, mintha nem le, az ilyen plázacica babák meg gyurmákok. Vége a főcímnek, kiesik a kezükből, hogy ilyen. Tehát megfogja őket, nem tudják, hogy mit látnak, de nem tudják lefordítani, mert nem ők a hibások, nem kaptak rá se otthon, se az iskolában receptet. Hát ott csak valahogy, mivel ők is Isten teremtményei, valahogy megérint őket. Tehát valahol nagyon mélyen megérint őket, de hát ezt összerakni, ez nekik nem könnyű. És ez csak egy szelete annak a borzalomnak, ami akkor ott volt. És a legszörnyűbb vallatásokat nem tettem bele. A hölgyemnek, uramnak nagy kedvencük volt, mert különben nem tudjuk levetíteni gimnáziumokba. Földugtak, ugye Mincenti Biboros úrnak is üvegszálat földugtak, és széttörték. Férfiaknak, nőknek. Meg a nemi szervőben áramot vezettek. Ott voltak a Leopold mögött, csak nem használtam. Sokkológépek, áramgépek. Ezeket nem csináltam meg, meg hogy miket csináltak még egyébként. Hát voltak itt minden nem után egy csontját széttörték. Darabonként. Volt, akiben nem volt épp csont, mire eltemették. Aláírod? Nem. Egy csont. Aláírod? Nem. Még egy csont. Ezeket nem mutatom meg, mert akkor különben thriller lett volna. Ezt az egyet a keresztre feszítés nem csinálták. Úgy gondoltam, hogy ebbe összefoghatom az összes szenvedést, hiszen az Krisztus szenvedésével párhuzam.